Borbély Zoltán vagyok, Egerből érkeztem, ahol is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen dolgozom, a Történettudományi Intézetben jelenleg adjunktusként, de egyébként az eddigi pályafutásom Egerhez és ehhez az intézményhez köt, bár akkor még a név jogelődjei más néven futottak. Tehát itt végeztem az egyetemi tanulmányaimat történelem informatikus könyvtáros szakon, illetve a 2010-ben frissen beindult doktori képzésben vettem részt, és itt doktoráltam, itt írtam meg a doktori disszertációmat is, illetve 2015 óta dolgozom az intézményben főállású oktatóként, ahol elsősorban koraújkori történelmet tanítok, koraújkori magyar történelmet tanítok, illetve más egyéb segédtudományokhoz is történelmi aldisziplinákhoz tartozó kurzusokat. Tehát alapvetően a kutatási érdeklődésem is a koraújkori történelemmel kapcsolatos, és a koraújkori magyar történelmet kutatom. Ezen belül is leszűkítve, le tudom szűkíteni időhatár alapján, illetve terület alapján is a kutatási érdeklődésemet, bár mindezek ennél elég szertágazó. A 17. századi magyar történelem érdekel, ezen belül is, tehát ez a korszakhatár, amiben le tudom szűkíteni. A földrajzi régió pedig Felső Magyarország, azonban Felső Magyarország igazából csak egy olyan kiindulási alapot ad a kutatásaimnak, ami megfoghatóvá teszi ennek az elég bonyolult korszaknak a történetét, történeti problémáit, tehát egy eset tanulmányok segítségével igyekszem kibontani azokat a problémákat, amelyek alapvetően mégis két szára fűzhetőek fel. Egyrészt a török elleni védelmi rendszer működése, illetve hát 17. században már a fenntartásáról beszélhetünk, ami egy elég bonyolult problémakör, ugyanis itt nem csak katonai, klasszikus hadtörténeti témáról van szó, hanem egy olyan megközelítésről, amely egy ilyen komplexebb társadalmi, gazdasági kérdésköröket feszeget. Nyilván itt a Habsburg monarchia keretei között igyekszem ezeket a kérdéseket tárgyalni, illetve hát kutatni is, ugyanis a 17. században már Felső Magyarország, illetve a Magyar Királyság is a Habsburg monarchia része volt, és ugye azok a 16. században létrejött központi kormányszervek, amelyek pénzügyi, hadügyi és más egyéb tekintetben is ugye egy ilyen centralizált formában igyekeztek, hát ha nem is kormányozni, de legalábbis áttekinteni a Habsburg monarchia ilyen irányú ügyeit, és éppen emiatt szükséges a korszakkal foglalkozó kutatóknak Bécsben is megfordulni, és az itteni központi kormány szerveknek az iratanyagában kutatásokat végezni időről időre. Jelen tartózkodásom is ehhez köthető, ugyanis a 17. század, hát a 30 éves háború alatt a Felső Magyarország és a magyarországi végvárvonal rendszer fenntartását érintő változásokat igyekszem feltárni, amihez elsősorban a kamara iratanyagot kell felhasználni, tehát a Hoffinanz Ungarn sorozatnak a nagyon jól használható, tehát a magyar történelem vonatkozásában jó használható anyagait, illetve az udvari haditanács különböző irat együtteseit, amely ugye nyilvánvalóan szintén az egész monarchiát érinti, viszont a számomra érdekes felső magyarországi területeket is innen tudom kicsemegézgetni. Őket felső Magyarország alatt itt a ugye 17. században Csonka, tehát az oszmán hódoltság és az erdélyi fejedelemség által szétszabdott magyar királyságnak azt a kis északkeleti részét értem, amit a kortársak neveztek felső Magyarországnak, tehát Pozsonytól tekintve felső része az országnak, ez 13 vármegyét fog le, és ennek a katonai és részben pénzügyi működtetését ellátó főkapitányságnak a történetével foglalkozom jelenleg. Itt most jelenleg archontológiák készítésével, tehát a Felső Magyarországi Főkapitányságban található várak kapitányainak, helyetteseinek az archontológiáját készítem el, és ehhez guberálom össze itt a központi gyűjteményekből az információkat. A kutatásom másik iránya, amit említettem, hogy az egyik a hadtörténeti iránya, a másik pedig a 17. századi magyar és alapvetően európai történelem másik nagy jelentős problémaköre,
ez a felekezetiség kérdése. Ugye itt a 16. században megjelent protestáns felekezetekhez felzárkózott a katolikus felekezet is, mármint itt a felekezet szerveződés, konfessionbildung koncepciójához kapcsolódva, ugye, amely megjelenik nagyon határozottan a magyar társadalomban is, illetve a magyar politikában is. Most ezeknek szintén számos aspektusa van, amelyek hát szintén Bécshez köthetőek, ugyanis ugye a dinasztia, a Habsburg dinasztia volt az egyik legnagyobb támogatója a Magyar Királyságban is a katolikus megújulásnak, és ennek szintén nem csak az egyháziakhoz kapcsolódó, hanem a társadalomban, a hivatali rangemelkedésekben, illetve a társadalmi presztízsben is jól megfogható hát nyomai vannak, amik nagyon nehezen választhatóak szét az előzőekben említett témáktól. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy itt a 17. század kutatójának foglalkozzon mondjuk Felső Magyarországgal, de minden téma tekintetében az út végül is Bécsbe vezet, mert hogy itt találhatóak azok a központi gyűjtemények, amelyek forrásanyagára támaszkodva lehet kutatásokat folytatni. És ugye ezekre az iratanyagokra támaszkodva esetleg még itt a Habsburg monarchia történetéről szóló nemzetközi diskurzusba is könnyebb becsatlakozni, mint simán a középfokú közigazgatásnak, vagy csak a magyar levéltárakban található családi levéltáraknak az anyagára támaszkodva. Illetve nyilvánvalóan az itteni könyvtárban egyszerűbben elérhetőek azok a friss nemzetközi osztrák és más angol nyelvű szakirodalmak, amelyek ugye ennek a korszaknak és ennek a monarchiának a történetéhez kapcsolódnak. Mint említettem, nem csak kutató vagyok, sőt, igazából a kutatás az a munkámnak sajnos csak egy kisebb részét teszi ki, nagyobb részét az oktatás teszi ki, amelynek folyamán szintén viszonylag nagy hangsúlyt kap a Habsburg monarchia történetének oktatása, és hát nyilván ezzel párhuzamosan megismerése is. Az egyik kedvenc tárgyam, amit tartok, az a Habsburg monarchia kialakulása, működése, szerkezete 16-18. Század című tárgy, amelyhez nyilvánvalóan nemzetközi szakirodalmakat kell gyűjteni, bár rendelkezésre állnak azért viszonylag jó magyar nyelvű összefoglalók is. Viszont a bécsi kutató útjaimat, amelyből egyébként 2014 óta összesen 4 hónap volt, tehát ez a 4. hónapom 2014 óta, rendkívül hasznosan tudom eltölteni szemináriumi és előadási tematikák bibliográfiájának gyarapításához is. És hát ugye ez mindig egy kijelölt célom is, hogy az éppen aktuális, legfrissebb nemzetközi paradigmákról szóló monográfiákat, szakcikkeket összegyűjtsem, és utána ezeket a hallgató körömére beépítsem a tematikába és az oktatásba is. Tehát ebből a szempontból is rendkívül hasznos a bécsi tartózkodás, illetve megfigyelhető módon gyarapszik a szemináriumokon a konkrétan Bécs városával, mint ugye a Habsburg monarchia és a dinasztia központjával kapcsolatos előadások is. Minél többet tartózkodok itt, és habár ugye a könyvtárig mondjuk nagyjából egy útvonalon közlekedik az ember, meg vissza is, viszont, és ezt megteszi egy kutató út alkalmával számtalan alkalommal, viszont minden úton talál valami olyan kis érdekességet, apróságot, ami felkelti a figyelmét és érdeklődését a hozzá kapcsolódó történeti háttér megismeréséhez, és ezeket szeretem az előadásaimban is a hallgatók számára megosztani, vagy hallgatókkal megosztani. És már ott tartok, hogy már kezd ez a Bécs városával, mint uralkodói rezidencia központtal kapcsolatos blokk vagy tömb, hát meglehetősen bőségessé válni. Ezt mindenféleképpen a bécsi tartózkodásaim rovására tudom írni, úgyhogy remélem sikerült kedvet csinálnom másoknak is a bécsi kutató ösztöndíjak megpályázásához. Negatívumot igazából nem tudok mondani, még így a koronavírus járvány utolsó hullámainak lecsengése időszakában sem.